mindennapi ünnepségen kulturális műsorelemekkel is készültek a meghívott vendégek számára. Idén 13 díjat osztott ki a Baranya megyei önkormányzat különböző kategóriákban. Az eseménynek helyszínbiztosító Bika településről többen is részesültek a kitüntetésekben, aminek rendkívül örülünk, mondta el stábunknak a polgármester. És aminek én még nagyon örülök személyesen, az az, hogy mind a tavalyi évben, mind az idejében volt bikali gyökerekkel rendelkező díjazottunk. Tavaly évben Kollár László, a kastélynak a tulajdonosa kapta meg a vállalkozókért díjat itt a Baranya megyében, Baranya megye önkormányzattól, most pedig Gungl László, aki szintén bikali származású, ő is Baranya megyei díjat kapott, úgyhogy ennek a falu különösen nagyon örül. Nagyon jól esik, hogyha az ember kap elismerést vagy kitüntetést, akkor ezzel mindig így van, és azt hiszem ezzel a díjjal, sajtódíjjal pont azt a munkát köszönték meg, honorálták, ismerték el, amit azért Baranyáért tettem, tehát ebben benne volt minden. És akkor még egyszer, tényleg ez nagyon jól esik az embernek. A díjazottak sorában szerepel egy a pécsiek számára ismerős személy is. Kitüntető díjban részesült ugyanis a Mancsrencs állatiskola vezetője. Fejes Rózsa elmondta, nagy megtiszteltetés számára egy ilyen elismerés. Szeretném folytatni a megkezdett munkámat, szeretném az emberek figyelmét továbbra is felhívni az állatvédelemre, a felelős állattartásra, illetve az vadállatmentést folytatni. Siklós városa is büszkélkedhet egy díjazottal. A Baranya megyei önkormányzat közgyűlése nemzetiségekért díjjal tüntette ki Bosovác Tímeát, a siklósi horvát önkormányzat elnökét. A város polgármestere szerint ez a helyieknek is nagy dicsőség. Nem csak Siklóson, nem csak a siklósi oktatási intézményekben, nem csak a siklósi horvát nemzetiségi önkormányzatban betöltött szerepe nagyon fontos, hanem ezen túlnyúlik az ő szerepe, hiszen a Tími szerepet vállal egyébként az országos horvát önkormányzatban nagyon komoly pályázatírói és pályázat lebonyolítói tapasztalat van mögöttük, és alapvetően azt gondolom, hogy Siklóson a horvát nemzetiségi önkormányzat az a kisebbségi önkormányzat, ami nagyon jól, nagyon szervezetten működik. Az ünnepi közgyűlésen többek között még a Magyar Nemzeti Identitásért díj, a közrend közbiztonság kitüntetés, a Baranya megye fejlődésért elismerés, vagy az egészséges Baranyáért díjakat is átadták.